Sziasztok! Gyors ellenőrzés. Jó. Oké. Sziasztok, sziasztok! Próbálom megtalálni a képemet, hangomat és mindenemet. Még így a finishbe a kislányom megszaladtatott, úgyhogy éppen szakad rólam a víz. Mert még egy ölelés, meg még egy puszi, mintha a világ végére mennék. Na. Sziasztok, sziasztok, sziasztok. Mindjárt megtalálom magamat. Meg is van. Nagyon meleg van, nem tudom, nálatok is ennyire befűtöttek-e, de itt nálunk nagyon iszonyatosan meleg van. Úgyhogy egy jó kis tengerpartos, vagy tengeri hangulatú dekorációt fogunk ma készíteni. Mindjárt meg is keresem. Hó, na, csak megtalálom magamat most már nem sokára. Oké. Oké. Minden igaz, szöbb, közben szépen gyűlünk, minden igaz, mindjárt meg vagyok. Itt van. Ez is szuper. Jó. Na, tehát. Mai napon egy 38, úristen, hogy bírjátok? Én nem tudom nálunk hány fok van, de botrány. Szerintem még este még egyszer meg kell locsolni a kertet, annyira szomjasak a növények, pedig locsoltam reggel. Na, még egy kicsit meg legyintem ezt, hát a lehűlök, és iszok egy korty vizet, és aztán kezdünk is. Szóval, egy vasmacskát fogunk, vagy fogok elkészíteni. Ami az izgalmas lesz benne, ugye először is rozsdázni fogom, rozsda effektszettel, utána pedig a moha pasztákkal fogok rá nem moha hatást készíteni, hanem ilyen, tudjátok, ezt a moszatos, hát trutyit, nem tudom szebben kit megfogalmazni. Tehát azt, amikor, ami a víz alatt rakódik tulajdonképpen, aki járt már bármilyen vízparton, biztos, hogy látta köveken, csónakok oldalán, tehát ezt a zöld ilyen moszatos nyálkás dolgot fogom rá megalkotni, ami így önmagában nem egy szép dolog, de így... így kompozícióba jól fog mutatni, illetve azt a hatást fogja kelteni, ugye, mint hogyha ezt most emeltük volna ki a vízből. Na most, ehhez én egy picit előkészültem, mégpedig Len már lerozsdáztam egy ilyen vasmacskát, de természetesen elkészítem élőbe is a rozsdásítást, csak ugye a rozsda effect setnek, ami ugye ő, ez a csepegtetős, ahogy szoktátok kérdezni, neki ugye kell egy olyan 72 óra, mire eléri a teljes pompáját. Más oldalról más színe van egyébként. Úgyhogy én ezt előkészítettem vasárnap hétfőn valahogy úgy készítettem el. Úgyhogy ez körülbelül ilyen már, amikor megette a reagens a port, ami benne van. De természetesen az elejétől fogom mutatni. Aztán hoztam rá egy ilyen kis pici cuki teknősbékát, ezt én öntöttem, ez ilyen öntőporból, ilyen gipszporból van, úgyhogy de lehet ez dekorkléből, lehet műgyantából, bármiből, tehát bármelyik ilyen Mexikóból, szia! Bármilyen öntőrendszerből készíteni. Őrbottyán 36, szuper! Hát valahol algás, igen, köszönöm, igen, algás lesz.
Úgyhogy jó meleg van mindenhol. Nem is találom még, nem tudom, merre vagyok arccal előre. Meg lesz ez mindjárt. Tehát őt fogom elkészíteni, illetve kis pici kagylókat fogok még ugye ráragaszgatni, amik saját gyűjtésűek. Azt ide készítettem már egy üvegbe. Úgyhogy ez lesz a mai. Na, kinél milyen az élő? Akadok, nincs hangom. Ki mit tapasztal? Általában, hogyha nagyon kapkodok, vagy gyorsan mozgok, akkor szokott ugye egy kicsit így bemosódni a sztori, de most én a saját képernyőmön. Azt hittem, hogy a képernyő maszatos, de aztán láttam, hogy valami konnektorjuk van oda, vagy ilyen áramluk van ott fent, úgyhogy nagyon szakadozik. Tökéletes. Minden rendben. Hát, nem tudom, mi lehet. Igen, most nekem is a gyerek nálam is teljesen jól jön vissza. Szia mindenkinek egyébként. Teljesen jó, nem szakad. Jól van. Hát, próbáld meg újraindítani, és akkor hát, ha Olaszországból, remélem a tengerből, és nem a partról ebben az időben. Na! Az kéne egy jó kis hűsölése a tengerben. Maga a vasmacska, erről mesélek egy kicsit, ez csibadeszkából 3 centi vastag, hát nem is tudom, mi volt ez, valamilyen maradék faanyagom volt, abból fűrészelte ki édesapám, tehát ezt én rajzoltam föl neki, és szalagfűrésszel kivágta, de tulajdonképpen egy hát a 3 centisnél én már nem próbálkozom, de a 2 centisig teljesen jó a dekopírfűrész is, úgyhogy teljesen jól ki lehet vágni. Egy picit azért mesélek a vágásról is. Könnyebb kiszabni, én ezt nem csináltam neki meg, úgyhogy ő így darabonként vágta ki ezt az ívet, de hogyha ilyen pontokon megfúrjátok, akkor könnyebb benne fordulni, ha dekopírral vágjátok, könnyebb benne fordulni a dekopírral. Ha valakinek van lombfűrésze, az a legegyszerűbb, ugye az egészen kis vékony. Na, örülök, Ági. Én is veletek próbál, vagy igen, veletek próbálom kipihenni én is ezt a mai hőséges napot. Már megjártuk Újpestet oda-vissza, ugye itt 17. kerületből, úgyhogy így a város egyik végéből a másikba. De még korára, viszonylag korán reggel, de már hazaút akkor is meleg volt, úgyhogy próbáltam kezdeni valamit a frizurámmal, feladtam a felénél, úgy maximum a két szóba felfogás, de gondoltam azért ez egy kicsit túl infantilis lenne, úgyhogy elengedtem ezt a dolgot is, úgyhogy most ilyen nyáriasan, melegen, izzadtan és minden egyéb, de hát ez a nyár, attól még alkotunk, és egyébként teszem hozzá, itt nekem a stúdióban még egész jó idő is van, úgyhogy a lakrésztünkbe, ott aztán tényleg meg lehet fulladni, olyan meleg van, de hát nem baj. Na, ezzel jár, ugorjunk a habok közé. Na, egy picit lejjebb fogom állítani majd ugye a kamerát, hogy legalább az egy részét lássátok annak, amit csinálok, de közben azért magyarázok, jó? Mondok mindent. Annyi történt ugye kivágás után, nem foglalkoztam vele nagyon, hogy ez ilyen makulátlanul le legyen csiszolva, hiszen ugye a rozsda effektnek, itt már lett egy ragasztópisztolypatron darabka, tehát a rozsda effektnek is ugye önmagában van textúrája, tehát ugye ennek is nem teljesen sima a felület, hanem ugye egy kicsit ilyen szemcsés durva, úgyhogy én nem nagyon bíbelődtem vele, hogy ezeket lecsiszolgassam róla. Egy ilyen lamellás csiszolóval flexel egy kicsit megcsiszatoltam az éleket, tehát így letörtem egy picit az éleket. Olyan durván, tehát hogy az sem volt cél, hogy ez ilyen patent legyen, hanem tényleg teljesen kicsit olyan autentikusan olyan durva darab készüljön belőle. Na most a rozsda effekt szett használatáról. Már sokan megmutattuk. Én nekem ugye az egyik kedvenc alapanyagom, az első kedvenc alapanyagom volt a Pentánál. Ugye ehhez van egy vaspor, vagy hát egy ilyen vasszerű
porállagú valami, aminek amúgy jó súlya is van. Ez az, amit ugye rögzítünk a felületen, és ebbe csepegtetjük ugye ezeket a reagenseket, ami megszínezi, megrozsdásítja ezt a port. Na most, ezt a port, ezt különbözőféleképpen lehet ugye rögzíteni a felületen. Lehet belekeverni, illetve rászórni pasztára, akrilfestékbe közvetlenül. Ebben a melegben én ezzel nem próbálkozom, mert én azt gondolom, hogy itt sokkal gyorsabban fognak száradni a dolgok, mint ahogy amilyen gyorsan én dolgozom. Úgyhogy ezt eleve elvetettem. Úgyhogy mindenféleképpen az öntapadóra, száradó ragasztóba fogok dolgozni, tehát ezt fogom fölvinni a felületre, és ebbe fogom beleszórni a vasport. Tehát ugye ugyanazt, amit a bársonyozáshoz használok, azt a ragasztót fogom használni. Na de, ahhoz, hogy ne tűnjön elő a fa a vaspor alól, ugyanúgy, ugye, mint a bársonyozásnál is, hogy előtte színt kell fölvinnünk a felületre, ennek is először megdolgozzuk a felületét. Ez szintén többféle módon lehetséges. Szoktuk ugye mattakrilba, földbarnába, vagy iszapszürke mattakrilba, vagy iszapszürkét, vagy földbarna mattakrilt használni alá, mind a kettőnek harmonizál a színe egyébként ezzel a rozsdás dologgal. Viszont én nagyon szeretem a vaspasztát használni alá, pláne egy ilyen durván megmunkált felületen, mert hogy a repedéseket, illetve ezeket a nem finomra csiszolt felületeket szépen kitölti. Plusz ugye a vaspasztának van egy olyan tulajdonsága, hogyha egy picit megcsiszolja az ember, akkor ott egy kicsit rozsdás hatása lesz önmagában is. Na most a vaspaszta nem színeződik meg a reagensektől, ez fontos, tehát mindenféleképpen kell maga a por is, illetve hát olyat tapasztalhatok, hogyha ezt a yellow elnevezésűt rácsorgatjátok, ez kb. Mindent is megszínez, tehát ezt a fehér akrilfestéken megfolyatjátok, akkor meg fog folyni, látszani fog a nyoma, de nem magát az anyagot színezi be. Viszont ugye, hogyha ezzel megdolgozom előtte, akkor ha valahol ki marad esetleg a vaspor, akkor is ugye ott a vas hatás fog, szia Kriszti, a vas hatás fog kitűnni alóla. Úgyhogy én ezt nagyon szeretem ezt használni kombinációba a rozsda effekt szettel. Nagyon szeretem ezt párosítani. Viszont ahhoz, hogy ez kelhető állagú legyen, ezt mindenféleképpen egy picikét vizezni kell. Na most én azért fogok csak belenyókálni, mert már annyira picike van benne, hogy szerintem el is használom. Tehát ő alapvetően ugye egy krémes anyag. Tudjátok, ugye nyugodtan stencilezéshez is használni, illetve festőkéssel is fel lehet vinni. Ahhoz, hogy ecsetelhető legyen, ahhoz egy picit hígítani kell, hogy hígabb állaga legyen, viszont ennyire jó vas színű festékkel én még nem találkoztam, úgyhogy én nagyon szeretem ezt ilyen festéknek használni, itt ragad a doboz, úgyhogy én bátran hígítgatom. Természetesen így, ugye, hogyha egy pici vizet adok hozzá, akkor már nem az a egyébként fedőképességre teljesen jó így is, de hogy nem annyira testes, ugye, tehát nem lehet annyira jól visszacsiszolni, mint hogyha telibe kenném, festőkéssel mondjuk. De azért nagyon, nagyon nem ront a minőségén, úgyhogy alapvetően ugye a vizes ecsettel nem nyúkálunk bele a tégelybe, én is mondom, most csak azért teszem, hogy körülbelül pont ennyi van benne, hogy ezt még lefessem vele. Na most, ha egy picit vastagabban kenem, akkor, és gyorsan, akkor a vasport ebbe is beleszórhatnám. De mondom, most annyira meleg van, hogy mindenféleképpen, de amúgy is szeretem egyébként közé tenni a ragasztót, mert ennek a pornak ennek súlya van,
És én mindig attól félek, hogy az akril festék elengedi, hogyha, tehát hogy egy idő után nem bírja megtartani a súlyát ennek a pornak. Tehát most tulajdonképpen a hidított vaspasztával festem le. Nem kell alá alapozó, teljesen jól fed alapozó nélkül is, és még így higítva is egyébként nagyon szépen telíti a csiszolás hiányában megmaradt durva felületet, és nagyon jó gyorsan szárad. Hát, ha ilyen van, Kriszti, hogy valószínűleg valahol levegőt kapott egyébként, tehát hogyha bontatlanul vagy úgy gondolod, hogy helyes használat mellett beszárad, keressétek meg a Pentát, mert a Penta nagyon jó fej ilyen szempontból cseréli a hibás termékeket. Elképzelhető, hogy valahol a csomagolás volt sérülve, nem zárt jól a kupak, vagy ilyesmi. Nekem van belőle 2 évesem, aminek semmi baja nincsen. Illetve már nincs, de volt belőle 2, tehát olyan, amit 2 évig használtam, mire elhasználtam egy tégelyt, tehát most már kicsit gyorsabban fogy azért. De ez például, hát ez is szerintem tavaly őszi, és az tény, hogy van föl ragadva az oldalára, tehát ez látszik, hogy ide a szájához látjátok, hogy van bekeményedve, de ez csak a helytelen használat miatt, tehát én ugye mindig ide kenem vissza, nem bele, illetve én nem mindig szoktam fölkavarni, mielőtt elkezdem használni, és akkor ugye más az összes alkotóelem ugye nincs jól elvegyítve, akkor nyilván másképp viselkedik az anyag, de nekem még nem volt rá soha panaszom. Ha mondom, ha úgy érzed, hogy minőség hibás, akkor tessék a Pentával fölvenni a kapcsolatot, mert írsz nekik, fognak válaszolni, mert nagyon tényleg példásan kezelik az ilyen problémákat, úgyhogy ne legyetek rest utána menni a dolognak. Mondom, elképzelhető, hogy valami. Ugye felbontás után 1 évig vállal általában, 12 hónapig, igen, 12 hónapig vállal ugye a Pentara minőséget, vagy garanciát, igen, a minőségére garanciát, úgyhogy ha nem volt kibontva, vagy ha egyszer volt felbontva, jól visszazárva, mondom, tessék megkeresni nyugodtan vele a Pentát, biztos, hogy a legtöbb esetben azt mondom, hogy nem csak egy jó tanácsot kaptok a tárolásra, hanem tényleg nagyon korrektül járnak el. De hát ugye alapvetően fontos visszajelzés is az ilyen, hogyha bármi van, és mondom, simán lehet, hogy egy valamilyen doboztető volt, tehát hogy gyárilag volt valami sérülés benne. Picit még fog, de nem olyan vészes, úgyhogy lekenem a másik oldalát is. Tehát még egyszer mondom, alapvetően nem nyúlkálunk bele vizes ecsettel. Én is csak azért teszem ezt meg, mert már éppen, hogy tehát konkrétan nem tudom, mennyire látjátok, de már átlátszik az alja, annyira kevéske van benne. Úgyhogy csak azért higítgatom a dobozba, alaphelyzetben ugye kiszedném a dobozból, és akkor csak már nagyon nincs belőle mit kiszednem. Kiszedném a dobozból, és akkor azt higítanám meg egy picit. Hiszen ugye a vizes ecsettel benyúlkálás ront a termék minőségén, tehát azon mindenféleképpen próbáljátok megkerülni.
Ha stencilezéshez használjátok, akkor semmiféleképpen ne higítsátok, ezt most csak azért, mert hogy festékként, jelenleg festékként funkcionál. Jó! Nagyon szeretem egyébként a textúráját. Ugye? Igen, szerintem is nagyon jól kezelik. Próbáld meg, így van, egy kérdést megér. Na, egy picikét rászárítok, de csak hogy tudjunk tovább lépni. Nagyon gyorsan szárad egyébként, ebbe az időjárásba meg azt, hogy ebbe a hőfokba meg aztán pláne. Nem túl alapos, mert látom egy-két helyen még felvillanni a fát. Ezt még ahol nagyon kilátszik. Ott egy picit megecsetelem, de tulajdonképpen kész is. Na, megállsz a lábadon? Megáll a lábán. Oké. Jó, tehát vaspaszta került alulra, de mint egy festék úgy funkcionál pillanatnyilag. Na most, ha tudok elvenni csiszolópapírt, akkor megmutatom, hogy ha őt ugye egy kicsit megcsiszatolom, hát nem nagyon megy át a szín, de itt látszik, ahol egy kicsit ilyen kopottabb. Ez egyébként ilyen rozsdás színűre, kicsit ilyen hát rozsdás árnyalatúra csiszolódik, úgyhogy nagyon jó, nem, sajnos a képernyő nem adja vissza a színét, tehát nagyon jól lehet így is használni, illetve ha nem akartok ilyen brutál rozsdásat, akkor ez így már egy tök jó alap a dolognak, viszont akkor érdemes egy picit vastagabban kenni, hogy rendesen meg lehessen csiszolni, illetve egy picit jobban előkészíteni ugye a felületet, mert azért ez a vaspaszta egy kicsit simább alapot ad, mint a rozsda effekt szett. Na most csapó kettő. Erre viszem fel ugye a ragasztót. Pentart öntapadóra száradó ragasztó. Sziasztok! Igen. Lehet. A rozsda hatást azt egész nyugodtan, viszont a továbbiakban a moha pasztát én hővel pufasztani fogom, azt nem tudjátok csinálni az XPS-en. Jó, tehát a rozsdásítást azt egész nyugodtan, az teljesen jól fog rajta működni. A hővel puffasztás azt nem fogja valószínűleg bírni, úgyhogy azt ne, hát ki kell próbálni, vagy ki lehet próbálni rajta, de azt esélyesnek tartom, hogy meg fogja deformálni a hő. Mert ugye a hajszárító nem elég hozzá, de ezt majd mondom még a későbbiekben. Jó, tehát magát a rozsdás vasmacskát, azt természetesen el lehet igen készíteni. Na most a ragasztásnál, vagy a ragasztónál, ugye próbálom nem vizes ecsettel felvinni, mert ugye az ront a ragasztás minőségén, vagy hát a ragasztó minőségén, tehát a tapadásán, hogyha higítom, úgyhogy azt nem higítom, hanem száraz ecsettel nyúlok bele.
Ugye ez az a ragasztó, amiről tudni kell, hogyha megszáradt, akkor ugye tapadni fog, de átlátszó lesz. Most ugye látszik, ahogy fölkenem, hogy még fehér. És aztán ő, ami miután megszáradt, ki fog, el fog tűnni a fehér, teljesen átlátszóra szárad, de fényes, ragadós marad a felület. Próbálom mindenhova bejuttatni. Na most ennek a 3D-s dolognak, illetve ennek, hogy így körbe szeretném ugye az egészet minden irányból díszíteni, tehát a hátulja is le van rozsdázva. Ennek ugye az a hátránya, ezt érdemes egybe, egyébként meg lehet külön is csinálni, tehát megcsinálhatjátok úgy, hogy csak az egyik oldalát rozsdázzátok először, vagy porozzátok először, utána a másik oldalát porozzátok. Én jobb szeretem egybe, mert akkor biztos nem megyek kétszer ugyanoda fölragasztóval, nem lesz sehol vastag. Viszont ennek ugye az a következménye, hogy egy idő után nem lehet hol megfogni, mert hogy ragadni fogok hozzá, de se baj. Egy alapos szappanos kézmosás tud ezen segíteni majd. Jó, itt is figyelek, hogy a le nem csiszolt felületbe szépen beüljön a ragasztó. A hegyén meg tudom támasztani anélkül, hogy összekennék vele bármit. Nem kell szépen kenni. Tehát ezt a ragasztót nem baj, ha különböző irányba, nem kell egy irányba húzgálni az ecsetet, tunkolni is lehet, nem baj, ha néhol vastagabban kerül föl. Bársonyporozásnál azért érdemesebb legalább az egységes vastagságra figyelni, itt a rozsdásításnál még ez se annyira lényeg, hiszen egy sokkal-sokkal durvább anyagról beszélünk, mint a bársonypor. Annyi, hogy ugye, ha nem valahol nagyon sok kerül föl, az nehezebben fog leszáradni, vagy megszáradni, úgyhogy arra azért. Meg hát felesleges anyagpazarlás. Az éleket figyelem, hogy ott legyen. Lehetőleg. Szóval egyébként visszatérve, bármire használhatjátok a rozsda effektet. Ez tényleg ez a fából vaskarika effekt, tehát akár egy papírból kivágott, tehát bármire, bármire. Tényleg, ami elbírja ezt a port, és nem törik meg a súlya alatt, nem pereg le róla, amihez jól hozzá lehet ragasztani, az ahhoz lehet használni. Jó, tehát látjátok, nem kenem túl. Sziasztok, sziasztok! Nem kenem túl szépen, vagy odafigyelve, hogy szépek legyenek az ecsetvonások, inkább csak úgy körbe pacsmagolom. Mázolok. És akkor itt már fogok használni egy segédeszközt, mégpedig bekészítettem egy ilyen 1000 éves tepsit, amibe bele tudom fektetni. Hát egy kicsit hozzá fog ragadni, de oldala megvan. Az egyik oldala egyébként már el is kezdett száradni. Alapvetően ugye nem szeretem ezt a ragasztót szárítani, mert ha hajszárítózom, akkor előfordulhat, hogy kérgesedik a teteje, ami ugye annyit jelent, hogy a felső réteg le kikeményedik, megszárad,
és alatta ott marad a nedvesség, és ezt ugye én annyira nem szeretem, mert akkor már nem fog tehát tapadni fog attól még, de például bársonyporozás esetében ugye, amikor beledolgozza az ember a bársonyport, akkor ez kijöhet ez a nedvesség onnan, és eláztatja a bársonyport, úgyhogy érdemes megvárni, míg magától megszárad. És muszáj. Bocsánat, egy kicsit. Jaj. Felitatnom magamról az izzadságot, mert tényleg, tényleg nagyon meleg van. Na! Picit hagyom megszáradni. Addig, hogy ne unatkozzunk, a teknős békát fogom megfesteni, ezt a kis picicukit. Tehát ő öntőporból készül, de lehet ez dekorklé, vagy műgyanta, vagy bármi. Ha műgyantából csináljátok, akkor egy, ha festeni akarjátok utólag, tehát nem eleve színezett műgyantából csináljátok, akkor, akkor kell mindenféleképpen egy alapozó, ugye, mielőtt festitek. Egyébként ez ilyen fondant formázó szilikon formába készült. Én azt hiszem, talán még AliExpressről hoztam, de biztos, hogy Magyarországon is lehet kapni. És akkor hoztam ide hozzá, aha, az okkel sárgát közben elpakoltam, hoztam ide hozzá festékeket, amivel meg fogom festeni szegénykémet, hogy legyen egy kis életfűszíne. Jó, kis tége is kell. Bocsánat, nem mozog, nem, nincs jó helyen a széken. Hát én zöldre. Nekem a zöld teknős béka. A teknős béka zöldes, barnás, sárgás, ugye alapvetően, de hát többféle színbe léteznek ők. Akinek egy kicsit talán kékes beütése van, de én ezt a zöldeset szoktam festegetni. Ugye próbálom nem kidobni ezeket a fóliákat a festékekből, mert ugye ahogy benne van, annál jobban zár a kupak. Igyekszem rajta hagyni, de hát ezért nyilván egy idő után már lepotyog róla. És akkor egy nem túl vastag, nem túl vékony ecsettel megszínezem. Semmi különleges, tényleg, mint hogyha egy ilyen kis mesefigurát festegetnék. Nagyon pici okkert. Ugye hoztam ide egy ilyen kis tégelyt, vagy ide készítettem egy ilyen kis tégelyt, hogy tudjak benne színt keverni. Ez az oliva, vagy oliva? Oliva, igen, jól mondtam, oliva árnyalat, a tövízzöld és az okker sárga árnyalata a matt akriloknak, és akkor ebből keverek egy ilyen kicsit kevésbé élénk zöldet, valahol az oliva és a tövízzöld között. Az a teste, pocakja, illetve itt ezek a kis bekötések ugye okersárgák lesznek, mert az eredetileg is olyan sárgás, emlékeim szerint. A páncélt azt pedig én csak így szoktam be tunkolni. Ezzel is egy kicsit, ezzel is egy kicsit, ezzel is egy kicsit, sőt lehet egy kis barnás is mellé, hogyha ha van. Hát én nem szoktam ki ecsetelgetni külön. Belerakom, hogy száradjon. Még egy barnás árnyalatot is. Valamilyen földbarna mondjuk. Picit barnás árnyalatot is ide veszek, ne legyen olyan egybefüggően zöld színű. Imádok ilyen kis figurákkal pepecselni egyébként. És ilyen kicsit, egy kis ez, egy kis az. Ugye éppen, hogy csak a hegyét
érintem bele az ecsetnek a festékbe. Így nem keverednek a színek. Kicsit ilyen, kicsit olyan árnyalatokat összekutyulok, és akkor a pocakját pedig sárgára. Pocakja, illetve itt a páncél oldala, ugye a lábak között az egy kicsit ilyen sárgásabb, de hát ha van otthon teknős béka, meg lehet nyugodtan vizsgálni, vagy az interneten utána lehet nézni, hogy hogy is néznek ki ők. Mindig igyekszem ugye ilyenkor megnézni többféle fotót, többféle árnyalatban lássam őket, és akkor az alapján próbálok mindig állandóan neki ütközök ennek a vasmacskának, úgyhogy már ragad a karom tőle. Na, hát ez egy ilyen kis fiatal teknős béka lett. De berakom, hogy száradjon meg. Még ugye, hogyha ilyen piros fülűt csinálok, akkor még ugye az hiányzik róla ez a szín, de most jó lesz ez a tengeri teknős. Dobozokat visszazárom. Tehát, ugye ugyanúgy a papírt is érdemes benne hagyni, mert annál jobban zár a dobozunk. Kicsit a festékes vízből kiszedek, mert ragasztós lett a kezem. Jó. Tehát nagyon szépen szárad. Ott még egy-két helyen látszik, hogy fehér. Azokat el is tüntetem az ecsettel. Ugye ott még azért fehér, mert ott egy kicsit vastagabban húztam a ragasztót. Így ezt még ott ki lehet. Jó, picit megszárítom. Nagyon nincsen bevastagodva sehol. Illetve ugye a rozza effektnél nem probléma feltétlenül ez a kérdésedés, amit mondtam, hiszen ugye a vasztasztát nem fogja el áztatni, inkább csak kellemetlen, hogyha valahol kijön. De ha bársony porosztok, akkor mindenféleképpen érdemes. Na, ijesztően sokat fogok ráönteni, de szerintem nem fog elfogyni az egész, már nem, szerintem nem fog elfogni az egész. De kb. Mindet ki fogom ráönteni, és akkor utána majd vissza-vissza szedek az üvegbe, és úgy hasznosítom ugye újra, ami leszóródott róla. Mert hogy ragad, ugye? Én is ragadok hozzá. Oké. Okay. Ahol már rajta van a vaspor, ott már nem fog ragadni. Mozog a képernyő tőle, hogy rázom az asztal. Most, ha már így fogom meg ugye a két oldalát, ott már nem ragad. De még ugye az oldalára, illetve az ívekre is kell szórni. Ki is fogytam. Úgyhogy ezt egy kicsit ide állítom. És vissza töltöm ugye a tégelybe. Ez csúrig volt, ennyi fogyott belőle eddig. Tehát annyira azért nem vesz fel részesen sokat. Csak ugye a feldolgozása kicsit ilyen körülményes, legalábbis egy ilyen formánál. Alaposan mindenhol igyekszem körbe szórni. Ott bent a
sarokba is. Az éleknél ugye külön kell rá figyelni, hogy ott biztosan megtapadjon. Lehet, hogy érdemes hozzá fölvenni egy maszkot egyébként, bár annyira nem porol. Na most, jaj, egy tapasztalat. Azt elmondom nektek, mert engem meglepett elsőre. Ezek a vasporok nem mindig ugyanakkora szemcse méretűek. Hoppá. Illetve jártam úgy, hogy ahogy elkezdett fogyni a dobozból, egyre nagyobb szemcse méretű volt. Tehát az apró darabkák fölragadtak, és a doboz aljában már inkább csak nagyobb szemcse méretek voltak. Szóval ne lepődjetek meg, hogy egyiknél a másiknál esetleg kicsit durvább lesz a felület, van amelyiknél szinte teljesen egybefüggő, sima. Jó, ez nem rossz, mármint, hogy nem azért van, mert valamit rosszul csináltok, vagy mert rossz lenne az anyag, ez ilyen ez az anyag. Tehát, hogy van, amikor úgy kerül a dobozba, hogy több a nagyobb szemcseméret benne van, úgyhogy egy több a kisebb, tehát a por állagúbb. De ez nem anyaghiba, és nem is használati hiba, ez egy ilyen anyag, hogy ilyen random szemcse mérete van. Nyilván egy bizonyos skálán belül mozog a szemcse méret, aztán van, hogy úgy alakul, hogy na, hát ennyit használtam belőle egy ekkorához. Tehát azért elég kiadós, elég nagy felület volt, és ahhoz képest nem használtam el olyan sokat. A maradékot, ami a tárcában van, ami már remélhetőleg nincs, de ha mégis beleakadt valahol, azt azért kiszórom, mert ez gyönyörűen meg fog enni a rozsda. Ahogy látjátok, rozsdásítottam már benne, és még úgy is, hogy kiszórtam, úgy is meg ette egy kicsit. Na most a rozsdásítás folyamata maga, mennyire jó a ragasztó. Kicsit ragasztós maradt a kezem, már is rá ragadt nekem is a vaspor az ujjamra, nem baj, mindjárt rozsdás is lesz. Tehát a rozsdásítás folyamata, ugye a továbbiakban, hogy ezekkel a reagensekkel megetetem tulajdonképpen a port, amit rá tettem. Ezek különböző árnyalatúak. Van egy, azt mondja, yellowish red elnevezésű, van egy barna, brown, illetve egy sima yellow. Egyébként ő szerintem a leglátványosabb, ahogy elkezd dolgozni, tehát őt egyből lehet látni, ahogy becsepegteti az ember. De mondom, miután becsepegtettük az egészet, kell neki körülbelül 72 óra, amíg teljesen eléri azt a színhatást, amit szeretnénk, tehát amire berozsdásodik rendesen. Illetve különböző féleképpen lehet fölvinni. Én nagyon sokáig úgy csináltam, volt egy ilyen kis feles poharam, valahol egyébként még megvan, szoktam mutogatni időnként. Én annó úgy csináltam, hogy abba a feles pohárba belecsöpögtettem mind a háromból, kb. Egyforma arányba, összekutyultam, és egybe szépen ecsettel fölkentem az egészet. Ettől ugye egy egységes rozsdás felületet kaptam. Ha szeretnénk, hogy ilyen hatású legyen, tehát hogy itt egy kicsit jobban megette, vagy más színű, más árnyalatúra, tehát ezt lehet elérni, hogyha külön-külön csepegtetitek a reagenseket. Egész egyszerűen föl a felületre, kicsit ide, kicsit oda. Össze is lehet ugye őket folyatni rajta nyugodtan. Nem kell beáztatni azért az egészet. És egy száraz ecsettel szépen össze lehet mosni. Hagy dolgozódjon.
Most amit ide fölkentem, azt, hát ugye egy részét felszívja, de az egész felületre ide az elejére elég lesz, még lehet, hogy az oldalára is jut belőle. Most ahol ugye kicsit összekentem, vagy összekevertem, ott ugye egybefüggőbb lesz, nem lesz annyira színátmenetes, de azért látszik, hogy hova csöpögtettem a színeket magukat. Meg is lehet rajta folyatni. Tehát lehet azt is, hogy így fölállítom, és akkor szépen hagyom, hogy lefolydogáljon róla itt-ott. Illetve ugye, ami most ide lefolyt bele a kis tálcámba, az már ugye egy ilyen vegyes felvágott. Tehát ez ugye ilyen egységesebb színt fog produkálni. De mondhatom, hogy mondjuk itt én szeretném egy kicsit sárgásabbra, egy kicsit megecsetelem azzal, nyomok mellé egy kicsit barnásabbat. Itt nagyon jól látszik. Látod, hogy idáig, látjátok, hogy idáig folyt le a sárga, itt meg a barna, tehát már ugye elkezd dolgozni. Na most nem kell tőle frászt kapni, hogyha először az egész, amit csináltatok, befeketedik. Teljesen rendben van. Sőt, én azt tapasztalom, hogy akkor lesz szép színe, hogyha tényleg befeketedik az egész, utána tök jó árnyalata lesz. Én úgy tapasztaltam, hogy akkor feketedik be, vagy az a fele feketedik be, amelyik nem kap fényt. Tehát őt például, neki ez a foltos fele volt lefelé. Ez a kicsit fényesre rozsdált fele, ez volt fölül, így hagytam őt száradni. Ez ugye egyből berozsdásodott, ő meg először fekete volt, és utána kezdte el így szépen megenni a rozsda. Ezzel is lehet egyébként például játszani egy kicsit. Szépen vegyesen össze-vissza csöpögtetem rá, semmi tematikája nincsen. Mondom, akár össze is lehet keverni a hármat, és akkor teljesen egybefüggő, egységesen rozsdás felületet fogtok kapni. Nem csíp, nem mar egyébként, de aki félti a bőrét, vagy esetleg allergiás lehet erre, arra, akkor azért érdemes fölvenni egy kesztyűt. Illetve hát ugye kisgyerekkel mindenképp érdemes azért egy kesztyűbe dolgozni vele. Ami lefolyt, azt szépen felitatom. Ja, itt még alul nem kentem meg. Mindegyikből kap ez a fele is. Jaj! Nagyon kiadós egyébként a rozsda effekt szett. Én egész eddigi pályafutásom alatt kb. Egy nem tudom, 6-8 szettet használtam el, 8-10 szettet használtam el. Pedig azért 2-3 évig én igen aktívan használtam ezt a terméket. Konkrétan, ahogy elkezdtem használni, onnantól mindent is rozsdásítottam. Szerintem ezzel nem vagyok egyedül. Sokan szerettétek már akkor, pár éve. És aztán néha újra-újra előveszem. Így szépen elkenem rajta. Akkor lehet úgy is játszani vele, hogy külön, mit tudom én, csak sárgásra az egyik felét, akkor utána egy kicsit ilyen sárgás-pirosasra lejjebb, tehát nem muszáj feltétlenül így összekenni, ahogy én, vagy így összedolgoznia az árnyalatokat. Jó. Ezt ugyanígy most leteszem, és akkor megnézzük, hogy mit produkál, mire. Most egyébként nagyon jól kiadja a színt. Hát szépen elkezdte enni, de majd megnézzük, hogy mit produkál.
Szia, Alex. Rozsda Effect Set. Azzal dolgozunk. Úgyhogy fából rozsdás vasmacska készült. Egy kicsit leöblítem a kezemet. Jó, tehát így működik a szett. És akkor mondom, 72 óra száradás után lehet elérni. Ugye ezt így egybe kínálja a Penta, tehát ugye benne van a rozsda paszta, vagy a krém, vagy nem a krém, mi ez a por, meg a reagensek is egybe. Na, és akkor most ő rajta fogom folytatni ugye a műveletet, hiszen a másiknak annak ugye száradnia kell, illetve kell neki egy kis idő, amíg megeszi a rozsda. Elmozdítottam a képernyőt, jaj! Eltüntetek. Véletlenül kilőttem a netet, ahogy visszaraktam a ről között, se baj, mindjárt visszahozom. Jó, a következő fázisban pedig a moha pasztákat fogom használni. Ezzel fog ugye elkészülni a moszat hatás. Vissza kell hoznom a netet, mert eltüntettem. Szerencsétlenül pont ott volt a csillagom, vagy az X-en az egér, amikor hozzá nyúltam. Jó, és már meg is vagytok. Oké, csak szeretném látni a kommenteket. Oké, na. Jó, igen, magam mögé rakom, az a tuti. Jó. Tehát a moszat, ja, még valamit akartam rajta, mert hogy amit én készítettem korábban, amiről ugye a, na jó, mindegy, amiről ugye a fényképet föltöltöttem a saját oldalamra, hogy mi készül ma, azt én ide készítettem magamnak puskázni, de hát igazság szerint nem egy ördöngösség. Hogy mégis egy, hopp, egy közel azonos kinézetű legyen. Na szóval, mohapaszták. Ezzel is többször dolgoztunk már, most ugye egy új felhasználási itt vagyok. Egy új felhasználási módot fogok bemutatni. Ugye a moha paszták elnevezése, hát most már ugye kettőt is mohapasztának hívnak, én ezt még annó zuzmónak ismertem, ezt a világosabb árnyalatot. Tehát van ugye egy ilyen világosabb zöld belőle, van egy ilyen sötétebb zöld belőle, és van egy ilyen élénkebb zöld belőle, ő elvileg a pázsit paszta elnevezést kapta. És akkor ezekkel fogunk, vagy fogok dolgozni. Festőkést, illetve ecsetet, stencilező ecsetet készítettem ide hozzá. Ugye ezeknek a pasztáknak a tulajdonsága, hogy lehet őket... Ez be van száradva, nem baj, van belőle egy... lesz az. Na, én is járok, így látjátok. Tehát, hogy ezeknek a pasztáknak a tulajdonsága, hogy hőre meg lehet őket ugye a levegőn, vagy milyen szőlékfúvóval picit dolgozni, és akkor fölpuffadnak. Ezt most fogjuk is használni. Hát privátot én most nem nagyon tudok megnézni, úgyhogy ne haragudj, Alex, majd utána a videó után megtekintem a privátodat. Jó, tehát így néz ki a külön három
színárnyalat. Ezeket fogom most földolgozni rá. Tulajdonképpen semmi extra, egy ilyen kis ütögető mozdulattal lehet őket ugye nyugodtan vegyíteni a színeken. Ha moha hatást készítek, akkor ugye fontos, hogy a színeket úgy keverjem össze, hogy a mohának a szín árnyalatait hozzam ki vele. Tehát ugye a moha belül sötétedik és kifelé világosodik. Ez annél a moszat hatásnál annyira nem hüde fontos. Inkább több zöldet, több sötétet, több sötét pasztát használjunk. Attól lesz ugye inkább moszat színű. Nem fogom az egészet dolgozni vele, csak inkább ide, ahova a teknős békát szánom. Viszont elég vastagon, tehát a moha hatáshoz képest elég vastagon viszem fel. Tehát picit vastagabban, mint ahogy szoktam, és mondom, hogy inkább a sötét pasztát próbálom használni. Kicsit ide-oda is kenegetek belőle, de inkább erre a részre koncentrálok, ahova a teknős békát, illetve a csigákat tervezem rakni. Tehát csak így simán elecsetelgetem. Arra is érdemes figyelni, hogy azért a 3D-t kövessük, tehát ugye az oldalára is kerüljön, ne csak szemből, illetve nyugodtan mehet ugye egy kicsi a hátuljára is majd. Lehet egy picit az élénkebbel és a világosabbal is dolgozni, de alapvetően inkább a sötétebb árnyalat. Most a másik oldalát én még nem is kenem meg, hanem ezt először... ne haragudj, Alex, nem tudom most elolvasni, amit küldtél, éppen élő videóban vagyok, nem fogom most a saját privát profilomat nézegetni, videó után meg fogom nézni, és ha szükséges, akkor válaszolni fogok a kérdésedre, hogyha esetleg tettél fel kérdést. Tehát meg fogom egy picit hőlégfúvóval melegíteni, ettől ugye föl fog puffadni. Próbálom úgy, hogy látszódjon is. Ez az a művelet, amit ugye az XPS-sel nem biztos, hogy meg tudtok tenni, mert hogy a hőlégfúvó esetleg megolvasztja. Mutatom, hogy megdagadt. Felpuffadt rajta, látjátok? Na! Ugyanez, ugye mehet a másik oldalra is egy kicsi, ez ilyenkor már teljesen meg is szárad, úgyhogy nyugodtan le lehet rakni. Itt is ugye különböző magasságokba szépen fölviszem. Próbálom nem összekeverni az egyik szint a másikkal, hanem hogy szépen tiszták maradjanak. Úgyhogy közbe törölgetem. Hívni.
kicsit össze is kapcsolom középen. Ezen az oldalán fog feküdni. Jó, tehát most megmutatom előtte is, hogy ennyi csak még nedvesen, és majd mindjárt milyen megpuffasztva. Ugye szoktátok kérdezni, hogy ezt lehet-e hajszárítóval melegíteni. Egyelőre nem lehet, mármint hogy arra ugye nem reagál, hogyha hajszárítóval melegítitek. Mindenféleképpen egy kicsit erősebb fő kell neki. Ezért nem lehet ugye hungarocelen dolgozni vele, vagy olyan felületen, ami meggyulladhat. De egyébként, hogyha csak simán vastagon viszitek fel a pasztát, az is nagyon élethűen tud kinézni, hogyha jól dolgoztok vele. Több rétegbe kell akkor fölvinni, de az is nagyon szépen ki tudja adni ezt a 3D hatást. De akkor az igazi tényleg, hogyha megvan egy kicsit puffasztva, mert akkor tényleg ilyen kis gombócos lesz az egész. Ugye, hogyha csak ecsettel dolgozzátok föl, akkor egy kicsit ilyen szálas lesz. Ettől a melegítéstől egy kicsit kerekednek a pacsmagok, úgyhogy ez nagyon élethűvé tudja tenni. Nézem, közben van-e esetleg kérdés. Na most, ahhoz, hogy ez ne zuzmó kinézet, vagy ne moha kinézetű legyen, ugye a mohához én ilyenkor még ha nem is feltétlenül szoktam puffasztani, de ilyenkor, ha mohát szeretnék, akkor ugye én bársonyporozni szoktam ennek a felületét, illetve ugye akril festékkel egy kicsit meg lehet még dolgozni itt-ott. Köszönöm szépen! Igen, bársonyporral is be lehet fújni, így van, hogyha nem hőlékfúvózzátok a felületet. Ha a hőlékfúvózzátok, természetesen nem fújjuk előtte, vagy nem szórjuk előtte bársonyporral, mert akkor megég ugye a bársonypor a hőlékfúvótól. Lehet egyébként utólag is bársonyporozni, tehát hogyha előbb hőlékfúvóznátok, és mégis bársonyport szeretnétek rá, tehát moha hatást akartok készíteni, akkor öntapadó resztáradó ragasztó, és arra mehet már rá a bársonypor, de alapvetően a pasztába is beleragad. Na de most ugye ez nem moha hatás lesz, hanem moszat, illetve ugye ilyen tengeri vizes hatás lesz, úgyhogy ehhez a nem tudom, mennyire látszik, a Puring Glaze lakot szeretném használni. Ugye ez egy vízbázisú fényes lak, ezzel fogom megecsetelni itt-ott. Ettől egészen vizes hatása lesz az egésznek, mert ugye alapvetően ugye ez egy nagyon matt, és mehet nyugodtan a rozsdára is belőle egy kevés. Mert ugye ez alapvetően egy matt kinézetű anyag, tehát mikor megszáradt ez a paszta, akkor ez matt hatású lesz. Viszont ettől a Puring laktól ettől vizes hatása lesz. Tényleg olyan lesz, mintha nedves lenne. Ezt majd egyébként még a teknős békára, illetve majd amit ragaszgatunk föl, kagylókat arra is rá lehet kenni. Lehet úgy is, hogy azt fölrögzítetek először, és utána lakkozzátok, az is egy jó módszer. Én most előre először lelakkozom egy rétegbe, mert hogy mehet rá amúgy 2-3 réteg nyugodtan, hogy olyan tényleg vízhatású, vizes hatású legyen az egész.
Ó, ez is ugye, ahogy szárad, ez ki fog, el fog tűnni ez a fehéres hatás. És ugye átlátszó fényesre fog száradni. Játszótéren beindult az élet nálunk, úgy látom. Nem baj, hogyha a rozsdás rész is olyan lesz, egyáltalán nem gond, bár ugye a rozsdás résznek alapvetően van egy pici fénye, úgyhogy lehet mellőzni, nem muszáj összekenni vele. Ugye, ahogy mondtam, ez egy vízbázisú lap. Úgyhogy viszonylag gyorsan szárad és nem büdös. De természetesen lehet az oldószeres lappal is, oldószeres fényes lappal is. Bár én azért szeretem ezt a pouring lace-t, mind a mellett, nem is ezzel kéne szárítanom, teljesen jó a hajszárítóval, második körbe megy. Tehát én azért szeretem ezt a pouring lace-t, mert mind a mellett, hogy nem büdös, kinek után vízbázisú, gyorsan is szárad, illetve két-három rétegben is felvihető, vagy akár több rétegben is felvihető, és akkor tényleg ilyen vízszerű hatása lesz. Éppen csak annyira, hogy le tudjam fektetni. A kagylóknak, ha van esetleg otthon ugyanígy gyűjtögetett kagylók, érdemes úgy fölragaszgatni őket, hogy párba illesztitek. Tehát ilyen kis zárt kagylókat csináltok, és ezeket rögzítitek föl rá. Sokkal élethűbb lesz, mint hogyha csak ilyen kis félkagylókkal beragazgatjátok. Visszanézhető lesz Éva, úgyhogy nincsen semmi baj. Jó, a kagylók fölragaszgatásához lehet használni ragasztópisztolyt is, ha teljesen megszáradt a felület, illetve ugye van a Pentának ez a mozaik és kavics ragasztója. Ez gyönyörűen megfogja a kagylókat. Igaz, kicsit tovább tart, míg megszárad, az tény, de nagyon szépen megfogja. Annyit fogok tenni, hogy össze fogom ragasztani először a kagylót ragasztópisztollyal. Hőlékszívóra már nincs szükség. Tehát összeragasztom a kagylót ragasztópisztollyal, és utána fogom fölragasztani a mozaik ragasztóval a felületre. A teknős békámat is gyorsan, közben megszáradt, gyorsan lekenem a glazelakkal, addig, ameddig itt bemelegszik nekem ez a ragasztópisztoly. Mert hogy ugye ő is vizes, hiszen a víz alatt úszkált, vagy éppen úszkál, mert ugye ezt akár nézhetjük úgy is, hogy a víz alatt marad. Ez a vasmacska. Jó. Picit meg kell várnom, míg bemelegszik. Addig esetleg kérdésetek van-e valamelyik anyaggal kapcsolatban? Akár a rozsdával, akár
a muhapasztákkal kapcsolatban. Van-e valami konkrét kérdésetek? Keresek nekik párokat addig, ez egy pár, az tuti. Nem baj, ha nem tökéletesen összepasszolnak, vagy összepasszolóak egyébként, körülbelül azonos méret legyen, és ehhez érdemes a kisebbeket használni, hogyha ha van. Párosítgatom őket. Azt hiszem egyébként Olaszországból van. Hát, hogy most én gyűjtöttem, vagy nekem gyűjtötték, azt nem tudom, mert elég sokat szoktam kapni a barátoktól. Tudják, hogyha valahova mennek, és ott van kagyló, akkor azt nekem biztos, hogy kell hozni belőle. Egy egész szép kis gyűjteményem van. Soha nem kérek semmi mást a családból, vagy valahonnan mennek nyaralni, mindig csak kagylót, vagy valamilyen tengeri kütyüt. De hát természetesen ugye ezek nem élő kagylók már, amikor összeszedik őket. Különben eleve meg lenne a másik fele. Nem nekem kéne párosítgatni. De. Vásárolt kagylók között is lehet amúgy egész jól összeilleszteni. Tehát, hogyha ilyen zacskós kiszerelésbe vesztek ilyen egyforma méretű kagylókat, akkor azokat is általában jól össze lehet passzintani. Nincs kérdés, úgy látom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Legyen még melegszik, már melegszik közben. Jól telekagylózom. Ki milyen, közben meséljetek, ki milyen alkotással készül, vagy ki az, aki készül a Pentárt játékára ebbe a hónapba. Ugye nyári témájú alkotás lesz most, azt kell beküldeni. Van-e, tervezitek-e, hogy csatlakoztok a játékhoz? Esetleg valaki el akarja készíteni ezt a vasmacskát, és azzal nevezni. Na, egy pár darabot összeválogattam, jól párba illesztettem. És akkor először összeragasztom a két felet. Pont itt a, nem tudom mennyire látszott, itt a hegyénél, majd mindjárt megmutatom, tehát itt a hegyénél megragasztózom. Utána kap egy kicsit a mozaik és kavics ragasztóból, és akkor ezt azzal felnyomom a felületre. Na, majd megnézem Marika a világító toronnyal. Aha, Barbara. Kriszti is már kirakta. Na, meg fogom nézni. Egyet láttam, de nem emlékszem kié. Egy régi lámpabúrába és befőttes üvegből készült világító toronya. Nagyon tuti lett. Először néztem, mi készült befőttes üveggel, aztán rájöttem, hogy a világító torony. Fel se tűnt annyira profi. Jó kivitelezés, hogy fel se tűnt először, hogy az van befőttes üvegből. Na most az elrendezést illetően
Annyi a lényeg, hogy szorosan rakjátok egymás mellé ezeket a kis kagylópárokat, zárt kagylókat. És ugye az illesztéssel lefelé. Ugye ők úgy telepednek meg általában. De az, hogy most tök párhuzamosan vagy össze-vissza, Marika, az a tiéd? Nagyon jó lett egyébként. Megfogtál, meddig lehet nevezni? A kiírásban szerintem benne van, hogy meddig, ezt itt az oldalon is megtalálod. Lejjebb, azt hiszem ma is talán kiment egy poszt ezzel kapcsolatban. Tehát abba megtalálod a részleteket, hogy pontosan mivel lehet nevezni, tehát hogy milyen téma. Ugye az fontos, hogy csak fenntartós alapanyagokat lehet használni hozzá, és hogy meddig, azt az ilyen infókat itt az oldalon megtalálod majd a leírásba. Másodikáig, aha, elképzelhető. Ugye van egy elbírálási szakasza a dolognak. Most nem tudom, kik lesznek a zsűri. Nem én, az biztos. Nehéz, én ugye egyszer zsűriskedtem ebbe a játékba, és nagyon nehéz kiválasztani, hogy ki legyen a díj, mert hogy annyira sok tényleg egyedi, kivitelezésű, ötletes dolgot osztotok meg ilyenkor, hogy nehéz eldönteni, hogy ki kapja a díjat. De hát talán már maga a részvétel is szerintem egy... Én sajnos nem vehetek részt bennem, pedig szívesen neveznék én is. Olyan jó. Nem. Tudom, jó megmérettetni magát az embernek. Tehát összeragaszgatom a kis kagylópárokat, és a mozaik és kavics ragasztóval megkenem ugye a hegyét, és azzal rögzítem föl. Egy ideig eltart, amíg ez megköt, hopp, ez el van törve. Szóval egy ideig eltart, amíg megköt ez a ragasztó. Lehet, hogy most nem fogom tudni nagyon fölemelgetni. De majd meglátjuk. Ó, tehát ugye oda, ahol a kis bütyök van a kagylónak, oda rakok ragasztópisztolypatront, és utána annál fogva, a bütyöknél fogva rögzítem föl, most megmutatom közelebbről. Tehát ugye ide rakom be a ragasztópisztolyt is. Nem kell följebb, teljesen jó ez így, hogy följebb nem kell összefogatni. Ugyanúgy arccal rárakom ugye a másikat, és akkor itt megkenem a ragasztóval, és úgy pöttyintem föl. Mennyire látjátok, hogy készül. Na, leesik, nem esik. Tehát ugye így rakosgatom föl őket egymás mellé. Most már egyébként le tudom támasztani. Megszáradt a glaze. És akkor ennél is igaz, hogy érdemes kicsit követni a vonalát a vasmacskának, tehát ugye nem csak szemből ragasztunk, hoppá, már lehet, hogy nem is akarja nekem megfogni, hanem ugye kicsit elhaladok az oldalára is, lehet a hátuljára is, hogyha nem akarjátok semminek neki támasztani. Miért nem jutsz hozzá, Anikó? Külföldön laksz, vagy... Magyarország egy eldugott szegletébe. Egyébként nagyon jól lehet online is rendelni, illetve azt tudom, ugye, hogy a Pentának vannak viszont eladói külföldön is. Hát, hogy pontosan hol, azt nem tudom. De online tudtok rengeteg hobbiból szállít ki egyébként, úgyhogy...
Na és akkor ezt egy kicsit meg kell várnom, amíg megszárad a ragasztó. Tehát ugye a heavy bedig éllel is egyébként nagyon jól föl lehet ragasztani, jut eszembe, tehát az is gyönyörűen megfogja. De ugye a mozaik és kavics ragasztónak kell egy kis idő, amíg megköt. Nem egy express ragasztó azért. De utána viszont, ha már megkötött, akkor teljesen stabilan fogja az ilyen jellegű anyagokat, mint ez a kagyló is, illetve ugye átlátszóra szárad szintén. Na, kicsit fogd oda, csak hogy el tudjam engedni. Nem akarja? Próbálok rászárítani, hát ha akkor. Angliában. Van, aha, Angliában van viszont eladó. Aha, igen, tehát, hogy vannak a Pentának viszont eladói külföldön. Érdemes rákeresni a Penta oldalán. Hát ezzel most csalni fogok, mert nem akarja ugye ilyen rövid idő alatt megfogni. Úgyhogy megpróbálom ragasztópisztolyjal odapöttyinteni. Hagyok ott egy kis mozaik és kavics ragasztót is, hát a későbbiekben, ha megköt, akkor megfogja. Addig megpróbáljuk ezzel. Csak a kagylót ugye ragasztópisztolyjal ragasztani nem annyira jó, mert ezt biztos tapasztaltátok már ti is, hogy van, hogy elengedi. Úgyhogy én jobban szeretek ilyen más típusú ragasztót használni hozzá. Na még egyet. De most kivételesen az oldalán is, vagy az oldalán kivételesen ezzel ragasztom meg, mert viszont gyorsabb. Meg ugye még a lak is azért majd egy kicsit oda tartja. Jó. Hát az eltart egy ideig, amíg ez a ragasztó megköt. Se baj. Oké. Még a kis teknőst be kell rögzíteni. Őt, hát így egy kicsit ferdén így a kagyló közébe vigyeztem. Lehet nyugodtan így festve ragasztópisztollyal is. Ugye alapvetően gipszet sem ragasztunk ragasztópisztolyjal, mert szintén nem szereti. Igen, még egy kicsit bíbelődök vele. Tehát szintén nem szereti ugye a gipszet szintén nem nagyon lehet ragasztani ugye ragasztópisztolyjal, mert könnyen elengedi. Illetve hát letörik róla ugye az a réteg, amit a ragasztópisztoly megfog. Viszont ha festve van, alapozva van, lakozva van, ilyesmi, akkor nem láttam. Ha festve van, ragasztva van, vagy lakozva van, akkor nyugodtan lehet már ragasztani, mert ugye akkor a festék meg a lak már ezt megakadályozza, hogy leessen. Tehát a festékhez is a lakhoz már jól tud fogni a ragasztópisztoly patron. Na, most ahhoz még, hogy elég élethű legyen a glazellakkal, még egy réteget ugye a kagylókra is ráhúzok, tehát ugye azok is egy kicsit nedves hatásúak legyenek, plusz picikét élénkít a színén, még nagyon mocorognak ugye a mozaik ragasztó miatt. Hát a mozaik ragasztónak kell azért egy óra legalább szerintem, hogy szépen odafogja, de mondom utána. A mozaik ragasztóval úgy találkoztam először, hogy egy üveget láttam, amire múrva kavicsokat ragasztott valaki, és nekem ez annyira szenzációsnak tűnt, hogy lehet ezt a dolgot így használni. Vagyis hát, hogy mi az, amivel föl lehet murvát üvegre ragasztani, úgyhogy fönn is maradjon. És aztán mondták, hogy ez a mozaik és kavics ragasztó, és tényleg nagyon jól stabilan oda fogja. Igen, ez én is azt érzem, hogy
hogy nem egy fontos privát üzenet, de természetesen nem akarom, kedves Alexet, trollnak titulálni, mindaddig, amíg nem bizonyosodok meg erről. Jó? És akkor még lehet ezen ugye úgy után dolgozni, hogy még egy kicsit a pasztából ugye még lehet így a kagylókra is rá dolgozni egy picikét, vagy a kagylók közé is rá dolgozni egy picikét, és akkor azt is be lehet puffasztani, meg lehet lakkozni, és akkor már tényleg nagyon egybe simul ez a kis élővilág, ami ide rákerült. Ezt ugye föl tudom egy kicsit ugyanúgy puffasztani, hiszen ugye a kagyló az semmilyen baja nem lesz ugye a melegítéstől. Arra próbáljátok azért figyelni, hogyha ugye használjátok ezt a hőlékfúvót, hogy mindenféleképpen akkor csak olyan anyagokat használjátok, ami bírja ezt a hőlékfúvózást. Nem akarom kivinni nagyon a képből. Nem, de hogy karakszom. Meg fogom nézni a privátot, ígérem, csak nem az élő videó alatt nyomkodom a telefonomat, vagy az egyebeket. Jó, kicsit megpuffasztottam ugye azt is, ide közé dolgoztam még egy-két helyre, és akkor erre is jöhet egy adag lak. A privát üzeneteknek nem itt a helye pillanatnyilag. Na, egybe is olvadt a kis tengeri hangulat. Még lehet egy kötelet kötni, azt most nem készítettem ide, de még lehet ugye egy kötelet kötni a tetejére, aminél fogva kihúzzák, de tulajdonképpen el is készült a kis vasmacska. Ne potyogjanak még, kicsit mozognak még rajta ugye a kagylók. Mindjárt mielőtt megint kilövöm a netemet. Nézem az üzeneteket, hát ha köszönöm szépen, örülök, hogy tetszik. Csinálok majd róla azért kicsit jobb megvilágítása a fényképet, mert ugye most nagyon fölülről telibe kapja. Próbálom kiszűrni azokat a kommenteket, amik hát, ha esetleg valaki kérdezett valamit. Na, nem tudom bezárni a videómat. Jó, mindegy, nem bírom bezárni a videót. Örülök neki, hogy tetszik. Remélem, el is fogjátok készíteni. Őt ugye akár így önmagába is le lehet, minél vastagabb egyébként a fa alap, amire dolgoztok, ugye annál stabilabban megáll a kis talpán. Egy 2 centit is nem biztos, hogy meg fog állni, de ugye annak lehet egy talapzatot is készíteni. Viszont akár ugye be lehet őt dolgozni egy asztaldíszbe, vagy egy ajtódísz közepébe, úgyhogy akkor ugye nem is feltétlenül muszáj a hátulját is meg dekorálni, tehát akkor az maradhat ugye teljesen simán akár csak egy lefestett.
Igen, én is azt látom, hogy nem volt olyan kérdés, amiről lemaradtunk volna. Viszont vissza fogom mindenféleképpen nézni ugye a kommenteket, ezeket szoktam, és akkor ami olyan arra írásban is fogok válaszolni, hogy azért itt legyen. És hogyha bármi kérdésetek maradt ezzel kapcsolatban, akkor nyugodtan írjatok, meg fogom válaszolni. Valamint, ha valakinek van kedve, kicsit följebb emelem most már a képernyőt, tehát hogyha valakinek van kedve és elkészíti, akkor várjuk szeretettel a Pentart csoportba, mutassátok meg nekünk. Ha valaki a sablont szeretné a formához, akkor nagyon szívesen átküldöm pontosan ezt, de egyébként millió verziót találtok fönt a neten. Én azt hiszem, ezt egy ekkorából nagyítottam ki, ekkora méretűre, de nagyon szívesen megrajzolom, beszkenelem nektek, hogy meglegyen, hogyha szeretnétek. Amúgy Pinteresten sablon néven, ha rákerestek, akkor ott fogtok találni különböző formájúakat. De alkalmazható, Ildikó, abszolút mehet a hungarocellre, a rozsda. Ami nem mehet ebből a hungarocellre, az a mohapaszta melegítés. Tehát a mohapasztát is lehet használni a hungarocellen, csak ugye ha melegítitek, akkor az rongálni fogja a hungarocellt. De a rozsdát azt egész nyugodtan bármire. Csináltunk olyan, talán Bardó Cévi csinált a textil levélre például. Tehát erre a művirág levélre, ha jól rémlik, valamelyik videójában. Tehát tényleg bármit be tudtok vele vonni, ami elbírja a súlyát a vaspornak, azon teljes mértékben működik. Én műanyaggal jártam, úgymond műanyag felülettel, hogy nem csiszoltam föl előtte, és hiába került rá alapozó, akkor még nem volt a Pentának meg a bonding primere, hanem egy másik hitképzőt használtam, és hiába került rá alapozó, ledobta a műanyag. Tehát nagyon vastag volt neki a réteg, amit a rozsda hatásszettel fölvittem rá. Ott ráadásul nem is vaspasztát kapott alá, hanem csak akrilfestéket, és úgy a ragasztó, és úgy a por, és úgy a reagensek. De vastag, nehéz volt neki a réteg, ami rajta volt, és minekután nem csiszoltam meg előtte a műanyagot, így nem volt jó a tapadás, és ott lepergett róla itt-ott, de műanyagra is lehet használni nyugodtan. Nekem ezt a vasmacskát apukám vágta ki szalagfűrésszel, mert hogy ez egy 3 centi vastag deszkából van, amit én már dekopírhoz vastagnak érzek, de a 2 centisig, tehát ez a raklap deszkáig való vastagságot egész nyugodtan lehet dekopírral vágni, illetve hát én vagyok annyira elvetemült, én régen ezeket lombfűrésszel vágtam, kézi lombfűrésszel, amikor még egy-egy darabot készítettem, csak akkor ugye azzal nekiestem, és akkor hát az ahhoz erő kell nyilván, de azzal szabtam ki ezeket a formákat. Most már azért igyekszem gépiesített verzióba, illetve hogyha van rá lehetőségem, akkor megkérek valakit. De mondom, nyugodtan egy dekopír fűrésztel. Sőt, azt is meg tudjátok csinálni, hogyha vékonyabb labból dolgoztok, de szeretnétek, hogy így megálljon, hogy kettő darabot kivágattok, vagy kivágtok, tehát két ugyanolyan méretű, ugyanolyan fazonút, és szépen összeragasztjátok, összeszögelitek esetleg, mert hogy a vaspasztával például picit összecsiszoljátok, például vaspasztával ezt az illesztést teljesen jól el lehet tüntetni, tehát két darab 2 centis labból kivágott vasmacskát, ha összeraktok, már mindjárt van egy 4 centi vastagságú, és az teljesen jól megáll már a lábán. Jó. Igen, elvetemedik. Igen, hát ma már nem biztos, hogy nekiállnék, de egyébként bármikor nekiállnék, de tényleg most már ezért próbálom én is a könnyebb végén megfogni a dolognak, és az ilyeneket inkább kivágatom azzal, akinek gépe van hozzá, mert elég izzasztó azért egy ilyet kifűrészelni. De szeretek az ilyenekkel bíbelődni, úgyhogy azért néha-néha még mindig beleszaladok. Na, szerintem megvagyunk, és akkor várom szeretettel a visszajelzéseket, hogyha valakinek sikerült elkészítenie, illetve a kérdéseket, hogyha bármi felmerül még ezzel kapcsolatban.
Jó hűsölés nektek estére, remélem egy picit enyhébb idő következik, mert ez a mai nap ez borzasztóan nagyon-nagyon-nagyon meleg volt. Találkozunk nem sokára. Szerintem itt a Penta oldalán körülbelül egy hónap múlva fogunk de találkozni, de még addig alkotást azért láthatok majd tőlem a Pentás posztok között. Találkozunk a Penta csoportba is, hozok majd én is sok-sok szépséget, és várom tőletek is ugyanezt, sok puszi nektek, és jó nyaralást, aki esetleg mostanság készülődik valami vízpartra. Sziasztok!